Ismét üdvözlök mindenkit ezen a szép szerdai napon az XTC Málta és Magyarország közötti mérkőzéseinek negyedik összecsapását láthatjuk. Jelenleg a magyar oldal vezet 2-1-re a máltaiakkal szemben. Kiderül, hogy tudnak egyenlíteni, vagy 3 győzelemre növekszik a magyar csapatnak az előnye. Palmtaiga játszik Rafival. Lássuk a listákat. Az egyik oldalt egy maroknyi torrent és egy darab alk 170-es repül, mindezt Warthoggal megtámogatva, hogy két újra dobása azért legyen a játékosnak, míg ellene másik oldalt a már jól ismert 4 T70 és egy darab róz lista, egy egészen visszafogott, de azért agresszív kezdéssel. Ugye látjuk, hogy róz ahogyan szeretne mindig a hajók mögött maradni, ezt most is tudja prezentálni. Jobb oldalt nálunk, ahogyan látjuk, a pálya hozzánk eső északi részén egy egészen nagy nyílt telep áll a rendelkezésére, hogy odaérjen a torrentekhez, miközben Ró szépen le tudja követni a T70-eseket. Látjuk a játékosok tervét, meglátjuk, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog kinézni. Oh, and as always, hello international viewers, the stream is in Hungarian as long as I'm streaming the games of the Hungarian team, but if you have any questions, feel free to ask. If it's in English, I will answer them. Nekem vannak predikcióim a meccsel kapcsolatban, még az eredménynek, a lelőtt hajóknak a mennyiségével is, meglátjuk, hogy ez mennyire fog megjelenni. Igazán érdekes küzdelem várható, hiszen az egyik oldalt nagyon sok hull kevés piros kockával, de azért egészen szolid módosítási bónuszokkal találkozik. A kevesebb ingyen módosítási bónusszal, de szolidan több, jobban koncentrálható piros kockával, és azért a Rose biztos két hitje azért ott lekíséri a listát, még akkor is, amikor akár egy target lockot, akár egy manővert kér bármelyik X-Wing számára. Sőt, ebben a matchupban még a hármas iniciatíva is egészen fontos. A játék korai szakaszát láthatjuk. Itt még a játékosok beállítják, amit be szeretnének állítani. Végig gondolják, hogy hol és milyen irányban fognak találkozni. Én úgy hiszem, hogy a torrentek be tudják vállalni azt, hogy elhaladjanak a pálya túlsó széle felé, hiszen ott a T-70-eseknek egy nagyon szűk vonalon kell keresztül haladni ehhez. De semmi sem biztos. Szólunk a játékosoknak, hogy ez. Úgy érzem, hogy ott némi óraindítás még kimaradt. Köszönjük. Jó, ha valaki figyel. Bár emlékeztetném mind a nézőimet, mindenkit, hogy normál esetben streamer megpróbál nem beleszólni a játékba, de a triviális hibákat inkább javítsuk ki, nehogy valami probléma legyen a továbbiakban belőle. Az óraindítás mindenképpen egy kulcsmomentum a játéknak.
úgy tűnik, a torrentek bevállalják a Joustot, míg Rafi kifordul. Ez teljesen jó, mert gyakorlatilag ellentétes azzal, amit én itt prediktáltam a játék elejére. Innentől viszont látható a gameplan. Rossz koordinál. Megkapja ezért a ajándék stresszét és az ajándék kalkulátor ennyit. Fontos, hogy ezért tudja módosítani a két kockáját. Ugye be van csukva a zöldnek a szárnya, ezért tud barárollalni. És így egy kicsit odébb fogja majd azt a manővert megkezdeni. Ez egy egészen standard kezdés a T-70-esekkel, hogy az első lövéskörig jobb, ha a szárnyak csukva vannak, hiszen csak opciókat veszünk el magunktól, hogyha nem nyitjuk ki őket. Úgysem lövünk, nem releváns az a mínusz egy kocka, amit ilyenkor kapnak. Izgalmas pozícióban van amúgy a Hulk 170-es. És ahogyan elnézem, nagy boldogan húz magával két charge tokent. Ez szerintem a LAT-nak a charge tokenje. Igen, igen. Jó, hát... Reméljük megtalálják majd, hogy fura dolgok történnek ott a háttérben. A torrentek békésen is nyugodtan előre rongyolhatnak. Warthog befordulhat mögéjük. A sok életes, kevés zöldkockás ark pedig szerintem kifordul, vagy legalábbis nagyon lassan akar menni. Nem akar találkozni a T-70-esekkel a maradék 5 kísérőhajója nélkül. Legalábbis nem tűnik jó ötletnek. Kiváló. Megjegyzés totem részéről, hogy Warthog ugye lehetővé teszi azt, hogy a lelőtt hajóid azért még lövöldözzenek és csak a lövéskör végén essenek le. Ez ugye semmilyen előny nem jelent, hogyha az ellenfélnek szinte a teljes listája később lő nálad. Ugye ez az egyik talán meghatározó előnye itt a T-70-eseknek, hogy legalább egy pilóta képességet el tudnak venni. Kék nagyon lassan zárkózik föl. Nem is emlékszem már, kitől láttam hasonló fölállást. Ugye ezzel, hogy ilyen szépen vonalba állította az összes T-70-est, ezzel megteheti, hogy egy nagyon-nagyon, szóval nagyon-nagyon stabil kiabokszot fordítson majd ki valakire. És hogy ebben a körben sem fognak túlságosan lőni egymásra. Bár nem tudjuk, hogy az ARC 170-es mit tesz. Némi barárollós korrekciók történnek. Egészen szépen nyitva adja így magának a lehetőséget arra, hogy azt a Gauss Cloudot a lehető legjobb irányból kerülje meg. Még piros is el fogja végezni a kis barerolját. Így van. Gyanús volt, hogy nem megy bele a teljesen előnytelen Jaws-ba. Ezt még egy Norával se vállalnánk be.
És mi a parancs? Koordináltan kiforog a sárgával. Ah. Így viszont nem kifordulni szeretne. Az egy fókusz token, az egy calculate token, de nem számít. Zöld-zöld úgy is leesik. És takarítunk is. Ugye a TIE Fighter elődnek számító torrenteknek nem feltétlenül TIE Fighter tárcsája van. Lassú is. Urán is fordulnak meg. De azért vannak opcióik. Ami fontos és jó tudni róluk, hogy a hármas enyhe az piros náluk. Ez azért egy csomó gyors manővert, bocsánat, csomó gyors olyan manőverszériát nem tesz lehetővé, ami azért egy szvarnak kifejezetten előnyös. Én ezért nem is annyira szeretem őket. Mondjuk ezért a pontértékért egészen jó hajuk. Bírják a gyűrődést. Ha itt torrentek kilőnek előre, akkor nem jó pozícióban lesznek, viszont gyaníthatóan túl sok lövést nem kapnak. És lehetőséget adnak az AX-170-esnek befordulni maguk mögé. Na de, ha mégis kifordulnak rájuk a T-70-esek, akkor azzal, hogy a T-70-esek merőlegesek a torrentekre, ezzel egy olyan összecsapást tudnak kezdeményezni Rafi, amiben sokkal több hajóval tud engage-elni, hiszen a hátsók azok range 3-ban vagy még anélkül sem lőnének. Ez a kevésbé valószínű irány, de meg kell próbálni. El is indul a befordulás. Azt hiszem piros. Igen. Elhasználja a BB charge-ot. Ki akarta nyitni a szárnyát, de már nyitva van, ugye BB charge után. Semmilyen előnyünk nem származna már abból, hogyha be lenne csukva a szárny. Zöld. Nyitja a szárnyát. Befordul. Ugye útban lenne Rose-nak, hogyha balra próbált volna rollolni. Úgyhogy inkább agresszív marad. A kék megfordul, és nem. Csak egy enyhével áll rá. Hát de erre valóak a BB charge-ok, hogy ezekből be tudjunk jól fordulni. Egy kis torrentek. Ezt megszeppenve itt így ászként kell viselkedniük a pályán. Szinte mindenki után lépve. Nem rossz tárcsájuk van azért. A néhány hibájával és az akcióik is egészen szórakoztatók. A parelról evéddé való linkelése. Az egy kedvenc dolgom, amit tudnak amúgy prezentálni. És meglepően gyakran hasznos is. Nem teleport sebességgel haladnak előre a játékosok. Szépen megfontoltan jönnek csak be. Itt sem gyanús, hogy túl sok mindent fogunk látni a lövéskörben.
Róznak most egymás után a kis enyhe egyesek, azok teljesen működőképesnek tűnnek, úgyhogy gyaníthatólag a kék nem maradott. De meglátjuk. Megvan az első enyhe. Letisztítja a stresszt, és természetesen minden is range-ben van a koordináláshoz. A választási lehetőség pedig vagy agresszíven betolni az ellenfél arcába a kéket, vagy nem, ennyi. Nem tudom, mi a cél ezzel a koordinálással. Addig eljátszod azok a színekkel. Van egy kék torrent. Van egy sárga torrent. Van egy zöld torrent. És van egy piros torrent. A másik oldalt. Van egy kék blue squadron. Többiek árulók. Békés nyugalom az űrben. Ugye ez a balerról, ez még nem jelentett lövöldözést. Következő körben mindenképpen lövéseket fogunk látni. Nagyon izgalmas, hogy mit fognak választani a játékosok. Elképzelésem sincs. Na jó, van. Róza egy enyhe jobbra. Hiszen azzal, hogy többé-kevésbé az összes T-70-es algóan lesz neki, és garantálja két kockáját. Négyszer is újra tudná dobni, ha a szabályok ezt engednék. Nehéz a pilóták élete, hiszen mind a kettő lista egészen nagy önbizalommal meri állítani magáról azt, hogy szeret és tud is jousztolni. Iszonyatos mennyiségű élete van a T-70-eseknek, amivel ellenpontozni tudják azt, hogy a legeslegutoljára fognak lőni. Ha az első lövéskörben nem esik le egy T-70-es, akkor egy torrent le fog esni. Ez nekem egy ilyen varázslatos predikcióm, de hiszek magamban. Nem sok opciója van amúgy itt kifordulni azokkal a torrentekkel. Illetve van, csak akkor oldalba kapják a T-70-esek, és semmilyen pozicionális előny nem kap belőle. Így ő viszont itt harcolni fog, hogy hogyan állítja föl a listáját, nem tudom, fura ez a három dologból álló swarm, amiben van közepes talp, meg kicsi is. Ötletem nincsen, hogyan kell jól repülni vele, majd kiderül. Ezt ugye tudjuk, hogyha Cody valakit nem talál el, akkor utána a következő lövés az még sokkal jobb lesz. Meg is van az ördögi terv. Lőni kell először a Warthoggal, és utána az arc 170-essel, mert neki van három piros kockája. Az első nem talál, akkor a három piros kocka az egyetlen védekező kockába fog menni.
számomra teljesen ismeretlenek a különböző LAAT alapú szvarmok. Se ellenük, sem velük nem játszottam még, de úgy látom, hogy határozottan részei a metának. Úgyhogy nagyon érdekel, hogy mit fog tudni prezentálni. Szűken érkeznek a T-70-esek. A BB charge arra való, hogy költség. Kék nagyon agresszíven használja a BB charge-át. És be is fordul. És boostol. Az a terve, hogy jól leütköztessen mindent mindennel. Ha összejönnek, jó lesz. Szintén megmutatja a kék manővert, a zölddel is. Onnan is elkölt egy charge-ot. És onnan indul el. Előre halad. Megúszza azt, hogy neki menjen a debriefieldnek, és kikéri a fókuszát. Lássuk, hogy jó az ütközés. Nem. Malta Metal úgy látszik lekol... Már Malta Metal, ez most a másik, ez most az a... Őt üdvözöljük, ő volt az előző játékos. Ő azt meséli, hogy még mindig traumatikus esett neki az a bombázó. Nekünk is. So yes, Malta Metal. It's traumatic, it's horrible. As I told you, I faced that. And I did have nightmares. Tehát... Jól lekololta azt, hogy itt bizony ütközési próbálkozások lesznek, és oldalra fordulás helyett elhúzott előre. Ami a varázslatos, hogy még a sárga is befért, ezt már nem hittem volna el, és mindegyik egy barrel-rollal kijött a T-70-esek árkjából. Hihetetlen, jaj, de gyönyörű! Hát minden elismerésem, hát ott a barrel-roll az fura, meg fogja próbálni, hiszen ingyenlövéseket nem hagyunk, és az előre stimmel gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű. Így kevés töltényt fog kapni, és egészen szépen oldalba fogja tudni kapni a T-70-eseket. Az hogy fér el ott? Megtaláltuk a császtokeneket. Na merre megy az? Hát az varázslatos az a befordulás ott. Kikéri a fókuszt. Rossz pedig koordinál, miközben rossz koordinál. Wow. Hát nem semmi. Hát nem semmi. Kell a bemérés. És be is célozza a zöld. Izgalmas kérdés, hogy megérte ez a torrenteknek? Nem tudom. Jó kérdés. Ugye az a probléma, hogy hiába fordultak ki, az AR-170-est ettől még lőni fogja. És közben ne feledkezzünk erről, hogy visszakerültek a charge-ok méltó helyükre. Az bizony a hajó sajátja, azzal adja az újradobásokat, és ugye jól láthatóan
mint az egy téltvenes, aki vele szemben van, az azért így benne van a lelkjában. Lássuk a lövéseket, Rose kezd. Így el tudja dönteni azzal, hogy ő kezdeményez, hogy el akarja költeni a kalkulétet, vagy nem. Elvesztettünk egy kockát. Szomorú. Minden is átban van. Rose ezt újra dobhatja. És már is egy sokkal szebb eredményt láthatunk, egy hit és egy krit, amit elkölt. Védekező dobás. 1 plusz 1 a range 3 miatt. Ijjáú. Hát ez 2 darab hit. Megtörtént az első vér. Vesztett 2 pajzsot az ARC 170. Hagy fájjon. Ott a natív. És itt sem sikerült semmilyen festéket dobni. Hát így nincsen kodi. Viszont van nulla pajzs Blue Squadron Rookin. Kettes még engage-el. Ő nem. Ő sem. Sárga sem. És piros, akinek ugyanúgy nincsen árkjában semmi. Neki viszont van. Nincsenek választási lehetőségei. Én azt hittem, hogy a kék T-70-est eléri, de nem. Helyette választhat, hogy range 2-ben támad-e vagy nem. Megvan még a fókuszod. Alig sérültél. Vannak opcióid. Ki a célpont? Aha, sárga. Két ivéd. Megjegyzés magamnak. Megkérem a játékosokat, hogy dobják ki a kockákat, nyugtassam meg őket, hogy elég akkor, amikor már az eredményeket összehasonlítottuk. 4 kocka Warthogba. Hadd fájjon. Módosítók gyengéknek valók. Védekezésnél van az az egy fókusz. Úboly, 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 úboly. Kicsit csúf. Hit, hit, krit, egy. Így van, hit, hit, krit. Hit, hit, és a kritikus érkezik Warthog felé. Ami egy. Damage Sensor Array. Kellemetlen. Engedj el a zöld. Ő is látja Warthogot, ami nem lenne rossz neki.
Elköltheti a fókuszt. Elköltheti a target lockot. Elkölti a target lockot. Újra dobja. 3 hit halad az arc 170-esbe. Egy kockával védekezik. És kivédi így 2 darab hit kerül csak felé. Elveszi az utolsó pajzsát és az első életét. Egyel kevesebb hull. Esik szét a hajó. Bár nagyszámú sérülést láthattunk, ez még nem volt elégséges ahhoz, hogy bármit is lefelezzen. Újabb lövés, ha jól látom, az 170-esbe. 2 darab hit, költi a fókuszt. Mások a védekező kockát, eddig jó volt, most is jó, hibátlanul védekezik, 1 darab hit. Ez viszont megfelezi, így magyar oldalon a vezetés 21 pont. Igen, nem engage-elt. Nyitva van a szárnya, így van, hiszen bibizett. 3 kocka. 2-vel szemben még mindig megvan a fókusz, még mindig nem volt rá szüksége. Itt is egy fókuszköltés történik, és lássuk a két zöld kockán végre, elköltheti-e azt a fókuszt. Elnéztem a távolságot, meglepne. Hogy lesz ez jó? Hogy fordulnak ezek? Meglepően rosszul. Rafinak van lehetősége a kékkel azt mondani, a zölddel azt mondani, hogy őt ütközik egyet. Hát próbálhatná megpróbálni ezeket a kettő éleseket. De tisztább, ha kifordul és rajta marad, vagy Warthogon, vagy az Warthog 170-esen.
befordul. De nem jó. Nem látom a kiállt. Érdekes lesz. Megteheti azt a piros, hogy ráfordul mindenre. Az viszonylag tiszta. Rose-nak a kék manővereiből még talán a jobbra enyhe is zseniálisan befér. Tehát gyakorlatilag nyitva vannak a lehetőségei. Nem szeretne stresszes maradni. Haladhatna tovább előre is, de minek? Innentől ő kemény akar lenni. Hát ugye ne felejtsük el, hogy egy nagy távolságból is kidobta módosítások után a crit hitet. Kellett is. Ez a hajó többé-kevésbé garantálja, hogyha modokat kap, akkor mindenét hitté varázsolja, és néha ajándékba kap kritikus találatot. Ráfordulhat a torrentekre. Hogyha a torrentek tovább folytatják a menekülést, nem lesz nekik jó, hiszen hátrányban vannak. Valamit el kéne lőniük. De hogy mit? De megnyugtatott, tudod, hogy a játékosok is erősen gondolkoznak azon, hogy mi történik.
szépen ki tudott jönni. Visszatértem, bocsánat, hogyha valaki hiányolt volna, akkor némi küzdelmem volt a hanggal. Nagyon szépen kifért a sárga, és éppen azt tekintjük meg, hogyha a piros abban a pozícióban van, akkor mennyire lesz kellemetlen neki, hogyha rossz neki ütközik. Ugye ezzel ugye két nap közé azért összefogta azt a gázcloudot, így megnehezíti a pozícionálást. Még tovább nehezíti azt, hogy a torrent még gyönyörűen be is fér oda. Következő leütközi a baráti hajót. Következő pedig leütközi a másikat. A sresszek talán leesnek, ezek egyenes manővernek néztek ki, így van. Rossz koordinál, jó választás volt, megfelelő irányba ment, odaadja a fókuszt a pirosnak, megkapja a calculate-et, és hát figyelj Rossz, ha már ott vagy, akkor lőhetsz is. Betakarítja a stresszt. Akció nem jár. Kiváló pozícióban van az a sárga, nagyon szép bumpot prezentált. Nem sikerül hátrányként megjelni ennek az egyes iniciatívának. És Róz támad. Hát figyelj Róz, van két darab T-70-es az árkorban. Van range 1-ben egy ellenfél. Warthogot lövi. Ha, jól látom. A modok a gyengéknek valók. Warthog védekezik. Warthog pedig nagyon jól dob azzal a zöld kockával. Így egyetlen egyet sérül. Három életen tovább bírja a létezést. Warthog nem szeretné, hogyha kék belelőne, szerintem. Úgyhogy határozottan lőni szeretne hátrafele három kockával. Lássuk, hogy sikerül-e ez neki. Két hit, ez elég. Ne tízzel még, jó. Ez nem az. Elbúcsúztunk az egyszem valójában kék Blue Squadron pilótától. Nem? Nem. Mit írok el? Kivéve, ha nem jó az overlay. Lássuk. Kéri a rerollt. De minek? Jön a védődobás. Még egy találat. Izgalmas kérdés, hogy mikor kattintottam félre.
neki kevés számú opciója van. Inkább rózt választhatja. Bár... Nem. Pirosat is, hiszen nem ütköztek. Ez egyetlen találat. Ez nulla találat. Kár. És zöld még nem engage-elt. Lőheti szinte érintetlen sárgát. Vagy lőheti kéket. Esetleg meghal. Kék egy nem rossz célpont. Ez elviheti. Ne tízzel jó. Nem látjuk a másik kockát. Megdobja. Huhú. Adrenalinban gazdag pillanat volt. Nagyon jó bírja a kék. Itt két hit a kevés védőkockába, és itt az ideje végre nem védett dobni. Ugye ezen a ponton már meglepően sok. Egy. Kettő Warthogra. Még bírja. Egy teljes életen él. Hát Rafy, azt le kell lőni. Nincs mese. És ez elég. Ez elég. De elkölti a fókuszt, hogy mindenképpen nagyon meghalljon. Lássuk a védődobást. Nem látjuk a védődobást. Annak nincsen védődobja. Amúgy is. Nem úgy érzi a kriteket, hogy ő most ott nagyon védekezzen. Elvesztettünk egy Warthogot. Piros lövi zöld. Sárga lövi zöld. Színek nem az erősségem. Négy kocka. Módosítatlan primary. Fuf, fuf, fuf. Júj. Az úgy erős. Keveslem. Azért nem. Á, de minek? Megkapja az öld a két találatát így. Szomor. Egyszerűsödik a játékosok dolga, sokkal kevesebb dolog van már az asztalon. Második lerobbantott hajó. Nem változott túlságosan az állás. Rafy lelőtte másik lista felét, míg Palmtaigának 42 pontnyi, tehát pont egy T-70-esnyi pontot sikerült eddig elraknia. Ezt viszonylag egyszerűen tudja 84 ponttal konvertálni, de az még kevés. Valaminek még halnia kell. Negyed órája van ezt prezentálni. És közben ne felejtsük el, hogy a torrentek is rendesen kaptak. Szerintem megvan a hibám. A kéktől
A Blue Squadron rookie-tól vontam volt a Gold Squadron Trooper helyett. Ez még tovább növeli Rafi előnyét. Úgyhogy amíg a játékosok gondolkoznak, addig ellenőrzünk. Halott ARC, stimmel. Teljes. Stimmel. Mi? Stimmel. Kettő a zöldön. Három a kéken. Halott. Még másik oldalon. Boldog piros. Szinte boldog sárga. Szomorú zöld. Még szomorúbb kék egy és két hittel. Jól néz ki. Eddig szolid egy jó bámpal kezdünk. Zöld menekül, nem szeretne további pontokat feladni. Maradt rajta egy fókusz token. Kell az a fókusz token neked, Rafi? Kell az a fókusz token, jó lesz. És meg is tartja, így van. Kék szintén ütközik. Sárga. Sárga meg tud fordulni. Rafi úgy látszik kapkod. Kéknél szépen elfért. Kis idegesítő az ott maradt baráról a nyom. Tényleg a játékosok együtt tudnak élni azzal a folttal. Zöld ütközik. Ó, szomorú. Piros. Piros megfordul, tiszta. Jó döntés. Sárga is egészen simán be tud fordulni. Épül a ki a box. Ott történt némi tévedés. Visszavonja a barerolt. Nem, az sajnos ott marad. Csúnya bug. Majd prezentáljuk a videót. Rose előre halad, elengedi a stresszt, kettő előre az még kék, és koordinálja a pirosat, ad neki egy fókuszt. Ha már ütközött, attól még ő szeretne, és jár a kötelező Rose kit. Ilyenkor, amikor C-3PO-val megkapja a kalkulétet, és a stresszt, és lő. Mire lő? Jobb-jobb opcióid vannak, egy érintetlen és egy érintetlen hajó között választhatsz. Célpont pedig... Hát mondjuk, hogy az érintetlen sárga, amivel még egy dolog fog lőni, ugye? Igen. Így csak jobb a pirosnak az opciói. Három kockával ritkán lövünk ötöt. Így meg végképp. Újra dobod? Nem. Elköltöd a kalkülétet. Jó. Két kockás védekezés. Három hitből kettő hitet generál az ivéddel. Sárga is sérül.
Van egy az, hogy sőt. Csak nem meglövi három kockával a kéket, de. És két hitet ki is gurít. Na lássuk, hogy kitart-e még kéknek az irgalmatlanul jó nevét dobó képessége. Ki. Határozottan ki. Durva. Úgy dob, mint egy ász. Csak nem öt, hanem csak két kockával. Hát annak a kéknek halnia kell, állítja. Játékos, és már bele is lő. Ez nem az a dobás, amelyik elpusztítaná. Sárga. Nincs szerencséje. Lehet, hogy ilyen modok nélkül csak a szerencsében bízhatunk, az meg. Az meg ilyen. Az egy krit mondjuk elég. De nem. Ezt is kivédi. Hihetetlen mennyiségű. Valaki remélem utána számol, hogy a kék hány találatot védett ki ebben a játékban, azon az öt seven kívül, amit bekapott. Ijesztően jól bírja. Ennek a torrennek már nincsenek annyira jó opciói. Mégiscsak piroson van a legkevesebb dolog. El tud venni egy fókuszt, hátha. És nem. Megy a távolsági lövés. Nem. Kivédi. Mi van még? 1, 2, 3, 4 torrent lőtt. Róz is, úgyhogy jönnek a csúnya gonosz T-70-esek. Kezdjünk mondjuk kékkel, állítja Rafi. Célpontjai a másik kék színű. Ki is választja. Becsukott szárny, hiszen kapkodott. De természetesen két kockával csak hitkritet lehet dobni. És megérkezik a kritikus találat. A játék nem büntette meg a kinyitatlan szárnyat, a kritikus találat pedig Wounded Pilot. Ha már vérzik a pilóttal, lelőjük, gondolja Rafi. Hit, hit, crit? Nem? Mi történt? Semmi? Jó. Az még egy találat. És még egy kritikus. Halbridge, ha jól láttam, nem mintha számítana. Ez elég. Ez több, mint elégséges. Ugye egy találat is bőven elég lett volna ott már. Elköthette a fókuszt. Itt nincsen tökéletes védőzöld. Itt sajnos megérkezik a találat. Sárga egy életen éldegél ott. Kivéve, ha elszámoltam valamit. Nagyon úgy tűnik. Történik a takarítás. Ezek szerint igen. Játékban van még a zöld és a piros. A zöldön kettő hit,
A piros érintetlen. Már nem akarnak halni a T-70-esek? Három perc van még hátra a játékból. Utolsó körökbe, vagy talán az utolsó körről lépnek a játékosok. A sok engagement azért egészen sokáig tart a lövöldözés is. Meglátjuk, hogy mennyire lesz agresszív a következő kör. Piros tovább fordul. Rafy azt elítja, hogy utolsó kör, úgyhogy már belefér a dupla stressz. Kék menekül. Ez talán bős döntés, hiszen bár sokadlagosan, de számíthat. A MOV is elvégzi a baráról, és megkapja érte a stresszt. Zöld. Simán forog. Zöld ugye viszonylag jól érzi magát, de azért három hittől meghal, úgyhogy ő is kifordul. És target lockkal egyet. Mi? Szerintem ez egy erős misclick volt. Ha nem, hát nem. Mondjuk nincsen jobb opciója. Jaj, mert az a másik irányba néz. Nem, ez nem misclick volt. Ez egy teljesen jó döntés volt. Hiszen ha lesz még egy lövéskör, akkor rá tud fordulni. Sárga egy egyszerű mozgás fókuszt választ. És jönnek az ászok. Ez kék. Mi a play? Megpróbálni a baráról? Nem, jól van. Egy darab fókuszt választ csak. És a kövi belebámpol. Ugye ezért volt nagyon gondolkozós. Hiszen látszott, hogy a másik is erre fog jönni. Mindjárt megnézzük az ütközéseknek a feloldását. Rose. Próbálj. Ja, biztonságba helyezni magát. Itt most halkan és suttogva jegyzem meg, hogy a baráról ott kitakarítaná és megtehetné. Miért? Jammel! Az aljas! Az se rossz! Piros pedig lő. Lássuk, hogy értékes volt a jam. Támadás. Két életes kék. Vagy... Megtaláltam hibát, köszönöm. Lássuk a kéket. Nem volt jó az a zsem. Lássuk a védődobást. A kék most nem esik le. De, leesik. Mi? Ez a sárgába ment. Ó! Megfelezi a sárgát. Nagyon jó, és kap egy damage engine-t. Ha! Ez így bizony értékes pontok megszerzése. Engedj el még a zöld, bár nincs mire. De rózra van. Talán range 1. Igen. Hitcrit.
Toz 2-vel védekezik, nincs újra dobása. Kellemetlen. A kritikus talat pedig egy. Fjullik. Nem számít, de ő is megfeleződik. Ezzel azért későn, de sikerül pontot érnie. Sárga és piros lő még. Sárga kezd. Ott volt egy fókusz. Lássuk a védődobást. Elvitte a zöld kockáját. Aljas módon. Visszaszerezte a zöld kockáját. Egyet kivéd a négyből, így három talált halad felé. És még egy Panic Pilot is. Hát jó. Piros lő. Piros a pirosba. Gondolom. Csúf. Még csúfabb. Hát szép játék volt. Remélhetőleg nem számoltam el az eredményt. És a végeredményt láthatjuk. Nagyon szép játékot láthattunk. Mind a máltai, mind a magyar játékos részéről. Úgyhogy gratulálunk Rafinak és Palmtaiga. Gyönyörű játék volt. So, well played Malta. And well played Rafy. Köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!